A magtárba az 1900-as évek elejétől vonattal szállították a betakarított gabonát és egyéb magvas terményeket. A zsákokban beérkezett magvakat egy garatba öntötték. A garat a termést egységesen adagolta egy kanalas emelőszerkezet számára. Ez a gépezet szállította a magvakat az épület legfelső szintjére, a padlástérbe. Innen egy elosztórendszer segítségével osztották szét a szárításra és tárolásra szánt magokat a különböző szintekre.